Nagypénteken Jézus kereszthalálának és sírbatételének emléknapját üli a kereszténység. A katolikus egyház legmélyebb gyászát egésznapos szigorú böjtöléssel fejezi ki, valamint azzal, hogy ezen a napon nem szolgáltat ki ünnepélyesen szentségeket és nem mutat be szent mise áldozatot. Székesfehérváron már hagyománynak számít, hogy a város polgárai és papjai a palotavárosi kálváriánál közösen emlékeznek Jézus kereszthalálára. Ezúttal azonban a bazilikában tartották a megemlékezést. Az idén is több százan jöttek el, hogy imádsággal és énekkel kísérjék Jézus útját. Kiüresítette önmagát, kiállt fel Szent Pál apostol a keresztlátomásában. Nem csak isteni erődből vetkőztél ki, Urunk, de emberi épségedből is. Leszaggatták ruháidat, mit anyád szeretete szőtt rád, és kitűnt, hogy bőrödön nincs semmi épség, és csupa kék folt minden. Nagypénteken a keresztény világban szokásos a keresztútjárás, amely során felidézik Jézus szenvedésének egyes állomásait. A keresztút mai szokásos 14 stációja az 1600 körüli évekre nyúlik vissza.